a Magyar Írószövetség Csongrád-Csanád megyei írócsoportja online rendezvényeket tartott a Magyar Szép Próza Napja alkalmából. Bemutatjuk Magyarország egyik kiemelkedő tudomány és oktatástörténeti jelentőséggel bíró természettudományi gyűjteményét, az interaktív természetismereti tudástárat. Farsang alkalmából a Somogyi Könyvtár kvízekkel és videókkal kedveskedett kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Betekintést nyújtunk a szegedi fogadalmi templom több mint 100 évre visszanyúló történelmébe. A Magyar Írószövetség választmánya kezdeményezte, hogy 2018. február 18-án Jókai Mór születésnapján első ízben, majd attól kezdve minden évben ezen a napon rendezzék meg Kárpát-medence szerte a Magyar Szép Próza Napját. A rendezvénysorozat 2021-ben a pandémia miatt az online térbe kényszerült, de a Magyar Írószövetség Csongrád-Csanád megyei írócsoportja és az Areion Kulturális Egyesület ilyen módon is több esemény szervezésével kapcsolódott az országos, sőt Kárpát-medencei próza ünnephez. Az elmúlt években mindig úgy volt, hogy a 18-a és környéke, tehát előtte-utána voltak rendezvények, egy hosszú rendezvénysorozattal emlékezett az irodalom a szép prózáról Kárpát-medence szerte. Nyilván az idei évben ez is másképpen van, hiszen hagyományos kontakt, valódi jelenléttel lévő rendezvényeket nem lehet tervezni, ezért online módon valósult meg ez a rendezvénysorozat. A Magyar Írószövetség és partner szervezetei révén itt Szegeden az Írószövetség Csongrád-Csanád megyei írócsoportja szervezett 4 rendezvényt. Mi hagyományosan 2018 óta mindig megszerveztük a prózaíró kerekasztalt, amit általában Szentesen és Szegeden is megvalósítottunk. Hát az idén ugye ezt is csak az online térben tudtuk megvalósítani. Ezen kívül tehát ez megvalósult az idén is, mintegy követve a hagyományt. Ezen kívül Miklós Péter Mándi Ivánról tartott egy rendhagyó irodalom órát, természetesen szintén az online térben lehetett megtekinteni, valamint 2 prózakötet bemutatójára került sor. Az egyik Bede Kálmán, aki a főiskolának volt magyar tanszékvezetője, főiskolai tanár, Látástól vakulásig című, hát igazából egyfajta jegyzetgyűjtemény, egy ilyen sajátos, az ismeretterjesztő tudományosság és a szép próza határvidékén mozgó kötet, illetve az én Sarki Fény című kisregényemet is, ami a Szép Próza Napjára jelent meg az Orpheus kiadónál, ezen a napon mutattuk be. Az STL Juhász Gyula pedagógus képző kara Boldogasszony Sugárúti főépületének 3. emeletén található Magyarország egyik kiemelkedő tudomány és oktatás történeti jelentőséggel bíró természettudományi gyűjteménye, az interaktív természetismereti tudástár. A tudástár a múzeumok elzártsága helyett interaktív foglalkozásokra és bemutató órákra is várja az érdeklődőket. Itt vagyunk a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógus képzőkarának interaktív természetismereti tudástárába, amely 2011-ben nyílt meg a nagy közönség számára egy turisztikai attrakcióként. A tudástár alapját gyakorlatilag az egykori biológia tanszék tanszéki gyűjteménye képezte, és ennek a kvázi múzeumnak a létrejötte, az valahol 2009-ben kezdődött el, akkor merült fel az a gondolat, hogy itt a főiskola természettudományos tanszékeinek kollekcióját, oktatástechnikai anyagait egy egységes szerkezetben bemutathatóvá tegyék. És ennek legnagyobb részét viszont a biológia tanszék gyűjteménye tette ki. 2011. januárjától ugye csoportok fogadására is lehetőség nyílt már, és nem csak a közoktatásból, hanem gyakorlatilag a mindennapi életből családokat, szépkorúakat, óvodásokat is fogadhattunk,
az általános iskolás és középiskolás, valamint egyetemista közösségek mellett. Elsősorban az anyag szemléltető anyag. És ezért is tudunk úgy dolgozni ezzel az anyaggal, hogy amikor egy látogató csoport, érdeklődő csoport eljön hozzánk, akkor gyakorlatilag lehetőség nyílik, hogy ezeket az anyagokat közelebbről megvizsgáljuk. Ugye, hogyha egy klasszikus múzeumba bemegyünk, akkor általában a teremőrök, és hát az elvárt viselkedés, hogy gyakorlatilag nagyon nem vehetjük kézbe, nem vizsgálhatjuk meg jobban ezeket az anyagokat, viszont miután ezek szemléltetést szolgálják, ezért itt sokkal könnyebb ezt kivitelezni. Természetesen a preparátumok simogatása, plüssmackóként való kezelése ez ugyanúgy nem kívánatos, hiszen méreggel kezelt preparátumokról van szó. Ezt a termet mi csak ökológiai gyűjteménynek nevezzük, nagyon egyszerű oknál fogva. Az itt szekrényekben fellelhető preparátumoknak a többsége az egykori JATE ökológiai tanszékéről került át hozzánk. Ez gyakorlatilag egy hatalmas lépés volt, amikor néhány évvel ezelőtt ezt a kollekciót is átvehettük, és most már gyakorlatilag megfelelő módon kezelve tudjuk ezt a gyűjteményt bemutatni. És egy pályázat keretében valósult meg gyakorlatilag az az álmunk, hogy egy élőhelyet is bemutassunk, és ebben a teremben volt rá mód, ahol tulajdonképpen egy tiszai hullámtér élővilágát igyekszünk bemutatni, ahol gyakorlatilag a látogató csoport akár önállóan felfedezheti azokat az élőlényeket, amelyeket a kiállításba szó szerint van olyan, amit elrejtettünk. Hiszen a terepi felfedező az érzékszerveire van hagyatkozva, tehát hogyha a szemével nem érzékeli azokat az élőlényeket, amelyek megbújnak a természetben, akkor sokkal nehezebb dolga van, és itt azért ezt tudjuk valamelyest gyakoroltatni. És hát interaktívvá is tehetjük, hiszen a különböző állathangok, madárhangok bejátszásával ezt még érdekesebbé lehet tenni a látogatók számára. A tudástár tereiben nemigen tud a látogató úgy barangolni, hogy ne akadjon meg a szeme valamilyen érdekességen. Az ökológiai gyűjteményből kilépve a folyosón például Karancsi Zoltán tájfotóiból álló időszaki kiállítás látható. A gyűjtemény másik része ezen a folyosón az ásványi és kőzettár, a földrajzi tár részeként, ahol Kok Sándor édesapjának, Kok Ferencnek az ásványi és kőzettani gyűjteménye található meg, nagyon szép egységes szerkezetben. Emellett a földrajzi tárban különböző műszerek, szemléltető eszközök is találhatók, a különböző meteorológiai műszerektől kezdve a szextánson át a különböző tematikus földgömbökig egyaránt. Ebbe a folyosó részbe csatlakozik bele tulajdonképpen a tudástár fő sétáló utcája, amely egy nagyon szemléletes módon a naprendszer bolygóit mutatja be, melynek szakértője Kotlár Mónika kolléganőm, és ő fog beszélni az ebben rejlő múzeumpedagógiai lehetőségekről. Itt a tudástárban csillagászati kirándulásra szoktuk hívni a betérő vendégeket, illetve a bennünket látogató osztályokat. És itt a folyosón, ha megnézzük, látható felfüggesztve néhány gömb, ezekkel a naprendszer méretarányos, illetve távolságtartó makettjét, modelljeit próbáljuk bemutatni. Ha megnézzük ott a folyosó végén, egy sárga felfestést látunk, azzal a napot próbáljuk modellezni igazából. Akkor a gömböt nem tudtunk volna ide berakni, amekkora ugye a nap lenne a többi bolygóhoz
viszonyítva. Itt a kirándulásunk során úgymond először egy csillagászati, történeti mesét szoktunk itt a hallgatóságnak elmondani, és teljesen interaktívan kérdéseikre megpróbálunk válaszolni. Ahogy haladunk, minden egyes bolygóról szoktunk mesélni nekik, és egyébként, hogyha valaki nem kívánja ezt a tárlatvezetést vagy egy foglalkozást végignézni, akkor saját magától is elindulhat itt a folyosón, és minden egyes bolygónál találhat nem csak számszerű száraz adatokat, hanem érdekességeket is feltüntettünk ezeken a plakátokon. Ha a folyosón tovább haladunk, tovább sétálunk, akkor már érzékelhetővé válik, hogy tényleg egy gazdag és főként biológiai gyűjteményről beszélhetünk. Időszakos kiállítás elemeként az év élőlényeit igyekszünk bemutatni fali vitrének és tárlók segítségével, ahol akár kézzel megformált egyedi makettek, fotók, illetve preparátumok segítségével igyekszünk bemutatni azokat az élőlényeket, amelyeket tulajdonképpen a szakmai szervezetek ajánlásaként, de az érdeklődő nagyközönség internetes szavazás formájában minden évben eldönt, hogy melyik élőlény legyen az, amely védelmével egy picit többet foglalkoznak, és gyakorlatilag mi az, amit a laikusok is tehetnek ezen élőlények védelme érdekében. Ezen kiállítás rész után a folyosón még különböző vitrinekben tengeri élőlények, madár, koponya és csontani kollekció látható, és erről a folyosó részről vezet be az utunk a biológia tárba, a biológiai foglalkoztató teremben, ahol régi korhű fenyőasztalok mellett lehet a különböző biológiai témakörű foglalkozásokon részt venni. Ez a gyűjtemény tulajdonképpen a biológia tár elsősorban az alacsonyabb rendű élőlények bemutató terme is, és tulajdonképpen ebben a környezetben vannak elhelyezve a foglalkoztató asztalok, ahol mikroszkópos foglalkozásokat, diavetítéseket, egyszerű, tehát nyári táborokban kézműves foglalkozásokat is tudunk tartani. Ha tovább sétálunk ebből a gyűjteményből, akkor az alacsonyabb rendű élőlények után már a gerinces élőlények gazdag gyűjteménye kerül elénk, ahol gyakorlatilag rengeteg halpreparátum, kétéltű hüllőpreparátumok, az általános iskolás létünkből megszokott robbantott, feltárt preparátumok és utólagos színezéssel a szervek is bemutatásra kerülnek, tehát egyfajta anatómiai gyűjtemény is egyben. És ha néhány lépcsőn felsétálunk egy picit magasabb szintre az épület középső részébe, amit mi csak madaras teremnek nevezünk, hiszen egykor is ebben a helyiségben kapott helyet a legtöbb madárpreparátum. Azóta ez változott, hiszen az egyetemi anyagot is átvettük ide a gyűjteményünkbe, de gyakorlatilag ez a terem megmaradt abban az állapotában és azokkal a bútorzattal, ahogyan azt egykor is ugye kinézhetett. És itt tulajdonképpen magyarországi madárfajainknak a nagy része preparátumok formájában megtalálható, köztük Berecz Péter szegedi fehértavi gyűjtései is, amelyek nem csak itt nálunk, hanem egy sokkal gazdagabb gyűjtemény a Szegedi Móra Ferenc Múzeumban is megtalálható. Mellette kisebb számban tojásgyűjteményt is tartunk, illetve ott kapott helyet ebben a teremben egy lepkegyűjtemény és trópusi bogaraknak a gyűjteménye is.
A vidék legnagyobb bogárgyűjteménye Szegeden az interaktív természetismereti tudástárban található. Noha a gyűjtemény a Móra Ferenc Múzeum tulajdonában van, helyet a tudástár biztosít számára, feldolgozása pedig Csehó Gábor vezetésével napjainkban is zajlik. Itt található a tudástár hajnali gyűjteménynek a hajnali gyűjtemény legnagyobb része, ott hártyásszárnyúak, illetve bogarak, mind Mozart Miklósnak a gyűjtéséből, aki 1903 és 1908 között kutatta a Dél-Alföld rovarvilágát. Néhány dobozt is mutattak belőle, itt van a teljes gyűjtemény rendszerezve, illetve a fajra határozva vannak benne az anyagok. Amit mi szoktunk csinálni a gyerekekkel, illetve hallgatókkal, hogy rovar felmérések anyagát itt determináljuk, már pedig azokat, amik nagyon nehéz kint terepen határozni. Bemutató jelleggel általános iskolások nagyon szeretik a légynek a szemét, mivel ő képes arra, hogy akár 360 fokba is lásson, vagyis közel 360 fokba, mivel hatalmas nagy szemei vannak, és az összetett szemet lehet itt mikroszkóppal tanulmányozni. Ez egy professzionális mikroszkópunk, ez a kutatásokra használatos, ő képes a százszoros nagyítást is produkálni, így a lénynek az összetett szemé, amelyik hatszög alakú pontszemekből áll, gyönyörűen kivehető. Célszerű úgy beállítani a világítást, hogy a megfelelő részét világítsa meg a rovarnak, így például most leginkább a szemre van állítva. Van még egy érdekességünk, például, amit szintén nagyon szeretnek, az a lepkének a szárnya. A lepkéket latinul lepidopterának nevezik, azaz pikkelyes szárnyúak, mert hogy a szárnyán lévő úgynevezett himpor nem más, mint kitin pikkelyeknek az összessége, van alap, van fedőpikkely, ezzel a mikroszkóppal ezek tökéletesen láthatók, élességbeállítás után már lehet is tanulmányozni az apró pici pikkelyeket. A felső része az színes, attól függően, hogy a fény hogy vetül rá. Külön teremben kapott helyet a Móra Ferenc Múzeumtól tartós kölcsönben átkerült legnagyobb vidéki bogárgyűjtemény. Ez több mint 250 ezer felpreparált példányból áll, amely egyrészt szolgálja az oktatást, szolgálja a tudományt, és szolgálja magát a természetvédelmet is. A legnagyobb része 1974 óta került be az anyagba, de vannak külön egységek, mint például a vásárhelyi Bethlen Gábor gimnáziumtól kapott Bodnár-féle gyűjtemény, amely az 1800-as évek végétől 1926-ig foglalja magában Vásári környékén található bogarakat. Illetve van még olyan rész, ami még nincsen felpreparálva, ez később várja majd a jó sorát, remélhetőleg hamarosan ez is a gyűjtemény részét fogja képezni preparált formátumban. Ezek közül a cincér gyűjtemény van teljesen felállítva, fajra határozva, illetve szétszedve fajonként. Itt látható egy palearktikus anyagból egy részlet, ebben a hazánkban honos havasi cincér, illetve Japánban honos rokon faja is megtekinthető. Ugyanebben a helységben, ahogy haladunk a könyvtár felé, található egy nagyon szép csigagyűjtemény, illetve kagylók gyűjteménye, amely nem csak a hazai fajok gazdagságát mutatja be, hanem trópusi élőlények házai is megtalálhatók. Mellette a technika tanszék makettjei is itt kerülnek bemutatásra, ahol a technika tanszék keretében mezőgazdasági ismeretek oktatása, amikor folyt, ezeken a maketteken keresztül mutatták be a különböző gyümölcsfajtákat, illetve a zöldség és gyümölcs betegségeket, és ez nagyon tehát elképesztő módon mutatja be, hogy mennyire igényesen igyekeztek akkor a különböző szemléltető eszközöket elkészíteni.
Ez nem csak iparszerűen cégek foglalkoztak ezeknek a maketteknek az elkészítésével, hanem nagyon sok olyan tablóanyagunk van, ahol maguk a pedagógiumnak, illetve a tanárképzőnek a hallgatói művészi igényességgel készítettek fali képeket, tablókat szintén oktatási célra. Ha tovább sétálunk ebből a gyűjtemény részből, akkor néhány lépcsőn keresztül, immár lefelé haladva, eljutunk az egykori könyvtárba. Azért is mondhatom, hogy egykori könyvtárba, mert ez folyamatosan átalakulóban van a gyűjteményünk. Az igényeknek, látogatói igényeknek és lehetőségeknek megfelelően. A könyvtárunk is a védett gyűjtemény része, összességében körülbelül 7000 kötetet számlál. Ebben jelentős része az a könyvállomány, ami körülbelül 200 könyvből tevődik, kötetből tevődik össze. Ez Vángel Jenő, az egykori állami pedagógium igazgatója, annak a szakkönyvtára, és ez jelen pillanatban is itt van még fönt a tudástár területén. A könyvtárunk többi kötetét a Tankönyvmúzeumban helyeztük el, ami a kezelhetőség szempontjából egy praktikusabb megoldásnak látszik. Ebbe a könyvtár részbe rendeztünk be egy új kiállítást, kiállítás részt, ahol a régi növénytani maketteket igyekeztünk elhelyezni. Ezek az úgynevezett Calderoni cég Brendel-féle növénytani makettek. Általános iskolai tanulmányainkra, ha visszaemlékezünk, akkor a szertár vitrineiben, szekrényeiben műanyagból, gipszből készült virágmodellek, vagy nehogy Isten sejtmodellek voltak láthatóak. Ezekhez hasonló szemléltető anyagokról van szó, viszont olyan művészi igényességgel és szakmai hűséggel készültek, hogy ezek méltán megérdemlik azt, hogy sokkal megbecsültebb körülmények között nem csak, hogy megőrizzük, hanem foglalkozásokat tervezünk rájuk. Rendkívül szép, dekoratív makettekről van szó, és igen gazdag ezzel kapcsolatos gyűjteményünk is. Amikor tanulunk, amikor élményszerűen próbálunk ismereteket szerezni, illetve szerzünk ismereteket, akkor nagyon sokszor az érzékszerveinket használjuk. És az érzékszerveink közül is legfőképpen a tapintásunkat, a látásunkat, illetve hát a szaglásunk az, ami egy-egy ilyen foglalkozás során fontos lehet. Itt van néhány példa, ami nagyon népszerű szokott lenni kicsik és nagyobb körében is, a tapiláda, amikor csak a egy érzékszervünket, a tapintásunkat használjuk. Ez nagyon érdekes egyfelől, mert próbára teszi az embernek a kíváncsiságát, a merészségét. Van, aki nagyon bátran bemer nyúlni, valakiben előjönnek félelmek, és a lényeg az, hogy a tapintás útján próbálnak felismerni különféle tárgyakat, csak egyet megmutatok, semmi olyat nem szoktunk beletenni, ami ijesztő lehet. Nagyon sokan felismerik, ha már találkoztak ezzel a dologgal, például egy dióhéj, de általában olyan tárgyakat teszünk bele, amit utána még megbeszélünk, hogy miért van lyuk rajta, milyen állatok fogyasztják, például megint csak korosztálytól függően különböző mélységig megyünk bele a dolgokba. Aztán ugye a szem is egy nagyon fontos információszerző érzékszervünk, és mivel nagyon sokféle olyan tárgyunk van, amit kézbe tudunk adni, megfoghatnak a gyerekek, és ez azért egy nagyon jó élményszerzési lehetőség a tapasztalásra, és utána pedig ők maguk megpróbálhatnak kitalálni, tehát sokszor olyanok a foglalkozások, hogy nekik maguknak kell kilogikázni, kitalálni dolgokat, ami azért is jó, mert a fantáziát is megindítja, összeszedi azokat az ismereteket, amit már eddig tudott, illetve ezeket megpróbálja rendszerezni, beilleszteni ebbe, illetve szoktunk olyan talányos kérdéseket is, olyan dolgokat kezükbe adni,
amelyekkel szinte biztos, hogy nem találkoztak, és megint csak a fantáziájukra bízva, az ismeretekre bízva, hogy hogyan próbálják kitalálni, hogy mi lehet. Például ez egy cápa petetok, amit természetesen nagyon ritkán azt találja el, aki már látott ilyet, hallott ilyet, de nagyon sokféle jó ötlet szokott születni, ami nem elvetendő, és sokszor keressük a magyarázatot is arra velük, hogy miért erre gondoltak, és tulajdonképpen logikus magyarázatokat szoktak adni, tehát ha az lenne, elfogadható lenne, és hát mindemellett olyan eszközökkel rendelkezünk, amelyekkel iskolák nem nagyon, vagy oktatási intézmények, illetve kevés van belőle, nincsen idő, hát itt van mindenre idő, próbálunk legalábbis időt hagyni, amit nagyon szeretnek a gyerekek, a mikroszkópos vizsgálat van, nagyon sok tanuló mikroszkópunk, sztereomikroszkópunk, és nagyon szokták élvezni a gyerekek, tehát ez is nagyon segít abban, hogy élményszerű legyen az itt töltött idő. Ebben a könyvtár részben egy szokatlan kiállítást helyeztek el a Tudástár munkatársai, amely egy padlástér lehetséges éjszakai lakóit szemlélteti. Mögöttem lévő részen egy épülő kiállítás rész látható. Ennek az az egyik érdekessége, hogy egy régebbi darabot hasznosítottunk, tehát maga a doboz, amiben a kiállítás, a padlásteret beépítettük, az egy másik funkcióval bírt régebben, és ezt építettük most át. A padlásteret szeretnénk benne bemutatni, azokat az állatokat, amelyek a padlástérben élnek, természetesen nem így együtt, ahogy ebben látható, hiszen ezek így együtt nem férnének meg, viszont megmutatja azokat az élő lényeket, amelyek egy ilyen téren előfordulhatnak. Épül még a kiállítás, fény kerül rá, illetve interaktív módon szeretnénk megoldani majd azt is, ahogy a látogatók megpróbálják kitalálni, hogy milyen fajok vannak ott. Ebben a sorrendben haladva az utolsó teremben a fizikatár fogad minket, amely egy kimondottan egységes gyűjtemény. A különböző asztalszigeteken a fizikatanszék munkatársai mutatnak be kísérleteket és tartanak foglalkozásokat az érdeklődő csoportok számára. A Tudástár elsődleges célja, hogy az ide látogatók személyes tapasztalás útján juthassanak el a felfedezéshez, önmaguk végezhessenek egyszerű és veszélytelen kísérleteket, vagy részesei lehessenek bemutató kísérleteknek. A Tudástár munkatársai a háztartásokban felelhető eszközök segítségével elvégezhető kísérleteket is gyakorta prezentálnak. Farsang a tavaszvárás ünnepe. Évszázadok óta az evés, ivás, lakodalmak, disznótorok, jelmezes felvonulások időszaka, amely január 6-ától Vízkereszttől a húsvétot megelőző 40 napos nagybőjt kezdetéig hamvazó szerdáig tart. A Somogyi Könyvtár a farsanghoz kapcsolódóan meséket, szórakoztató játékot kínál, és jó szívvel ajánlja a könyves kincseit is. Kvízjátékokat már korábban is készített a könyvtár, de a tavalyi évben volt ennek igazán a fellendülése, amikor körülbelül havi szinten jelentkeztünk egy vagy két kvízzel, és úgy vettük észre, hogy nagyon szívesen töltik ki az olvasóink. A kvízjátékokban mindig törekszünk arra, hogy megmutassunk valamilyen helyi értéket. A könyvtárnak nagyon sok digitalizált dokumentuma van, könyvek, folyóiratok, helyi vonatkozású képeslapok, plakátok, sorolhatnám még a dokumentumtípusokat is, és ilyenkor mindig megpróbáljuk a kvízeket úgy összeállítani, hogy amellett, hogy szórakoztatunk, mert ez az elsődleges szempont, valamilyen érdekes, értékes, akár vicces, különleges, humoros tartalmat is megosszunk ezekből a digitalizált dokumentumokból. A farsangi kvízünkkel is ez volt a helyzet. Ott főleg ugye Szeged múltjával és a környék hagyományaival kapcsolatban osztottunk meg kérdéseket. A szegedi folklórnak a híres kutatóival kapcsolatban, Kármány Lajossal, Bálint Sándorral kapcsolatban, és ezekhez kapcsolódtak a kérdések, és egy-egy ilyen digitalizált dokumentumra utaltak a válaszok. Hogyha megoszthatok egy érdekességet a kérdések közül, például megosztottunk egy 1911-ben megjelent, Dél-Magyarország hasábjain megjelent írást, amit egy viharedzett családapa, ő magát így apostrofálja, írt,
Hát azért viharedzett, mert 7 leánygyermeke van, és a farsangi időszakban szerette volna az egyik leánygyermekének, szeretett volna az egyik leánygyermekének vőlegényt szerezni. Még egészen a 19. században is az volt a hagyomány, hogy a farsangi bálok ideje volt a párválasztás időszaka. Eljártak a fiúk és a leányok a farsangi bálokra, és természetesen kísérőkkel, és hát bizony ott látni lehetett, hogyha valakik sokan táncoltak együtt, ők lehet, hogy a báli szezon végére már eljegyezték egymást. Ez a családapa is ilyen indítatással ment el a bálokra, és sok-sok bálra járt, és voltak érdeklődő ficsúrok is, ahogy ő fogalmaz ebben a cikkben, a leány iránt, és hogy járt, azt én nem szeretném elmondani a történet végét, mert ebben a kvízben benne van ez is, természetesen ott van maga a cikknek egy kis részlete is, ahol látni lehet ezt a kis történetet, hogyha valaki kíváncsi rá, minden egyes kvízünk fönt van a honlapunkon, még akkor is, hogyha már a beküldési határidő lejárt, ott lehet böngészni sok-sok témában, főleg helyi vonatkozású, természetesen helytörténeti jellegű témákban. A farsangi kvízre 139 megfejtés érkezett. A megfejtők közül 3-an ajándékcsomagban is részesültek. A kvíz mellett a könyvtár a Meseláda Történetek a Legó színpadon című videósorozatának epizódjával is a farsangot idézte. A Kisködmön mese az a legújabb Legó mesénk, Legó történetünk a YouTube csatornán, amit kimondottan farsanghoz választottunk, mert a farsanghoz kétféleképpen is kapcsolódik. Az egyik kapcsolódási pontja az, hogy ez a farsangi időszak volt a néphagyományokban a párválasztás időszaka, és húsvétkor már csúfolják azokat a leányokat, legényeket, akik pártában maradtak. Tehát nagyon fontos volt, hogy húshagyó keddig, párra lejjünk, mert ha nem, akkor lehet, hogy egész életünkre magunkra maradunk. És maga a történet az arról szól, hogy egy legény, egy kérő, hogy indul neki a nagyvilágnak, hogy találjon 3 bolond, olyan bolondot, mint a kiszemelt mátkája és az ő szülei. Hogy sikerül-e nekik vagy sem, azt a Legó történetben, az újra képzelt Legó történetben meg tudja mindenki nézni. És ugye a farsang a bolondozások időszaka is, úgyhogy ezért egy magyar bolond mese, tehát tréfa mese pont beleillett a farsangi kínálatba. A gyerekek egyik legkedveltebb könyvtárosa, Róka Regő, Nagy Zsuzsanna gyermekkönyvtáros segítségével ajánlott könyveket kicsiknek és nagyoknak. Róka Regővel a Nyitni Kék videóban próbáltunk farsangi hangulatot varázsolni. Egyrészt egy kicsit az elején dajdajoztunk, illetve hát farsangi könyvek ajánlásával. Farsangi könyveket ajánlottunk a legkisebbektől egészen a nagyobbaknak, és tényleg lapozókat, meséket, regényeket ajánlottunk, illetve hát elkalandoztunk híres farsangi karneváli helyszínekre is, Mohácsra, a mesék útján, például a Busó mesével, Velencébe is elkalandoztunk a könyvek révén, ahol éppen a karnevál volt Antonio Vivaldi zenéjével és történetével, illetve ez nem volt a videóban, de tudok ajánlani egy nagyon jó kis labirintusos könyvet, amely szintén egy karneváli helyszínen játszódik a Lagúnák városában. Úgyhogy aki szeret könyveket böngészni és nyomozni különféle bűnösök után, azoknak érdemes azt is végiglapozgatni. És hát reméljük, hogy ezzel tudtunk egy kis farsangi hangulatot varázsolni, illetve hát a nagyobbaknak kicsit ciki, ugye farsangi mulatságba elmenni, nekik állarcos történetet ajánlottam, amelyben bizonyos szereplők állarcok mögé bújnak, például ott a vasállarcos története, vagy a Fantom az operában, illetve hát még sok más izgalmas történet. A Meséskezek online sorozatunk idei farsangi különkiadásában egy népmesét dolgoztam föl. Tudni kell a Meséskezekről, hogy csak is népmesékkel dolgozom benne, hiszen ezek mesélhetőek, a műmesék azok igazából nem.
Annyit azért elmondanék erről, hogy a farsangi téma, mint olyan, az ugye közkedvelt a gyerekeknél. Számomra ez kicsit nehéz volt ez a téma, témát megfogni, hiszen a műmesék azok, amik jobban foglalkoznak a farsang témájával, a népmesék kevésbé, a beöltözéssel, a klasszikus farsangolással, ahogy azt most ismerjük, viszont az álcázás, a más bőrébe bújás, mint momentum, mint farsangi momentum, az mindig is megjelent már a népkörében is, ezelőtt 100 évvel is, és ezért ennek apropóján, a más bőrébe bújás apropóján a Tulipán királyfi mesét választottam, amiben a klasszikus mesei fordulatok, ez a hármas elvarázsolódás, más bőrébe bújás megjelenik, és hát ahogyan a mesékben szokott lenni, a királylány keresi itt speciál a királyfit, nem a szegény fiút, és hát ő lesz a Tulipán királyfi, tulipánnál varázsolódik, aztán egy csavarintással, egy mesei fordulattal ismét királyfi lesz belőle. Ez a külön számunk, ez a mostani farsangi kiadás, ez annyiban érdekesebb, annyiban másabb, mint a többi, hogy a kézműves, ami hozzájárult, hozzátársult, az egyszerűen kivitelezhető, meg is mutatom, hogyha megnézed jól, borzasztó egyszerű kis papírszalagocska, és a legkisebbekre gondolva egy mondókát tanítottam nekik, úgyhogy ezt most elő is adom, hogyha megengeditek. Tulipánból paprika, paprikából Jancsika, Jancsikából kiskirály, kiskirályból tulipán. Végtelenül egyszerű, és a gyerekek ezt önállóan is meg tudják otthon alkotni. Nem kell hozzá más, csak filctól, papír és egy kis kreativitás. Ez minden háztartásban van. A Somogyi Könyvtár emlékkönyvtára azonban a régmúlt idők számos különleges könyvét őrzi, melyeket a Mesél a múlt könyves kincseink című videósorozatában ismertet. A videósorozat legfrissebb epizódja egy farsangi témájú könyvritkasággal ismerteti meg az érdeklődőket. A Somogyi Károly által ránk hagyott, Szegedre hagyott, Szegednek adott régi könyves kincsek közül egy ideje már YouTube videón mutatunk be olyan köteteket, amelyek az érdeklődésre számot adhatnak. Próbáljuk ezeket alkalomhoz illően bemutatni, és mindig egy-egy jeles eseményre olyan dokumentumot felmutatni, amely az eseményhez kapcsolódik. Most a farsang kapcsán én egy kis YouTube videóban mutattam be Csokonai Vitéz Mihály vígeposzát, a Dorottyát, aminek a teljes címe Dorottya, vagyis a Dálmák diadalma a Fársángon, és ezt 1804-ben adták ki Nagyváradon és Vácon. Csokonainak ez a vígeposza a farsang idején játszódik, és hát Dorottyát ugye gúnyolni kezdik, sérelem éri, aki egy vénlány, de a végére, talán nem árulok el nagy titkot, ő is megfiatalodik, és párra el, tehát a farsangi mulatság, a farsang egy napját mutatja be ez a kis kötet, ami azért is lehet érdekes, mert ugye középiskolában is tanuljuk, és most itt élőben meg lehetett nézni az első kiadását ennek a munkának. Készültem még régi szakácskönyvekkel is, ugyanis a farsangi fánk eredete nagyon izgalmas, számos monda kapcsolódik hozzá, és hát igyekeztem azt bemutatni, hogy milyen is egy farsangi fánk recept 1830-ban. A kor gasztroírója, nagyon népszerű gasztroírója, Zelena Ferenc szakácskönyvében. Ez nagyon érdekes volt, annál is inkább, mert ugye mások még a mértékegységek, és hát úgy kezdődik például maga a recept, hogy tegyük be a lisztet a kemence mellé, hogy fölmelegedjen. Tehát nyilván mások voltak a korban a szokások, és hát ezeket az érdekességeket szeretném itt bemutatni, és azt, hogy a régi könyveknek az élvezhetőségét lássák a nézőink. A farsang időszaka ugyan már mögöttünk van, azonban a Somogyi Könyvtár farsangi tartalmai továbbra is elérhetőek bárki számára a könyvtár weboldalán keresztül. Szeged jelképe, az ország negyedik legnagyobb temploma, a neoromán stílusú, gazdag díszítésű, monumentális fogadalmi templom.
A hivatalos elnevezése Magyarok Nagyasszonya Székesegyház, azonban a legtöbben Szegedi Dómként emlegetik, hiszen valóban az a Csongrád-Csanád megyei püspök katedrálisa. Szeged belvárosában helyezkedik el a téren, amelynek a neve Dómtér is a templomra utal. A következőkben a Dóm látogatóközpont egyik idegenvezetőjének közreműködésével, valamint a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár helyismereti könyvtárosának a segítségével nyújtunk betekintést a fogadalmi templom több mint 100 évre visszanyúló történelmébe. Szeged szimbóluma a fogadalmi templom. A templom történet az 1879-es nagy árvízzel kezdődik. Ugye Szeged legpusztítóbb természeti katasztrófája volt, és körülbelül 5500-5500 házból csupán néhány száz maradt épen. És az árvíz követően Ferenc József Szegedre látogatott, elszörnyedt a víz pusztításának a látán, és ígéretet tett, hogy Szeged szebb lesz, mint volt. Ugyanakkor a város is tett egy fogadalmat, hogy Szeged újjáépítésének az emlékére egy méltó keresztény templomot fog emelni. A fogadalmi templom tervezését ugye egy pályázat kiírása előzte meg, a Somogyi Könyvtár rendelkezik a pályaművek bírálatával, illetve két pályaterv illusztrációjával. Ebből az egyik illusztráció a harmadik helyezett, ugye első helyezettet nem hirdettek, második és harmadik helyezett kapott jutalmat, illetve még további pénzjutalomba részesültek a pályázók. Ennek a pályázatnak a kiírásával kapcsolatban azt kell megjegyezni, hogy nem voltak még konkrét elképzelések, hogyan is kellene, milyen helyszínre, milyen feltételekkel egy pályázatot beadnia, ezért is volt ugye sikertelen maga a pályázat kiírása, és utána névre szólóan ugye kapták a megbízást a későbbi építészek. Tehát a tervpályázat bírálatával rendelkezünk, és ugye magába a pályázat elbíráló személyei között a város összes jelentős személye, közéleti szereplője részt vett. A pályázat leendő helyszíneit erősen ellenezte az akkori plébános Varga Ferenc, ő a belvárosi templomnak volt a plébánosa, idén egyébként 115 éve, hogy elhalálozott Varga Ferenc, ő egy helytörténészt is képviselt a személyében, Szeged történetéről jelent meg két kötetes történeti monográfiája. Varga Ferenc plébános Bálint Sándor leírásai alapján azt mondta, hogy ha lebontják ezt a belvárosi templomot, az első csákány ütéssel ő elhalálozik. Lehet, hogy Varga Ferenc plébánosnak volt valami igazsága ebben a történetben, hiszen utódja, aki teljes mellszélességgel kiállt Jászai plébános, a templom lebontása mellett és az új templom mostani helyszínén való felépítés mellett váratlanul hunyt el, illetve a szintén ezt a helyszínt előtérbe helyező Lázár György polgármester is sajnos lebénult, és ennek köszönheti valószínűleg korai halálát, illetve ugye egy egyesületet hoztak létre a fogadalmi templom elkészítésével kapcsolatban, annak pedig a főszemvevője sajnos öngyilkosságot követette. Ez így rövid időn belül a pályaterv kiírása után történt meg, úgyhogy ez is egy ilyen érdekessége a helyszín kiválasztásának, illetve a templom történetének. A belvárosi templom tetején, ugye tudjuk, hogy nagyon régóta állt itt ezen a helyszínen, és a rossz állapota miatt is került lebontásra, illetve előtérbe, hogy ezen a helyszínen építsék fel a fogadalmi templomot. Móra Ferenc is megírja és megemlékezik arról, hogy a templom tornyáról, illetve teteje részéről egy ecetfa nőtt ki, és ez egy közel 3 méteres ecetfát ír a korabeli sajtó információ, hogy a munkások óvatosan kibontják a tetőrészből, szépen elültetik egy bizonyos helyszínen, hogy ugye megmaradjon, és a város vezetése helyszínt keres ennek az ecetfának, illetve egy új gazdát, ahová elültethetik újra, mivel ugyanis az új templom kertjében nem szántak neki pozíciót, hiába volt ez az elképzelése a többi városlakónak, de mivel az ecetfa állítólag nagyon szemetelő, mondta az akkori főkertész, ezért a városlakók között kerestek a számára gazdát. Sajnos az ecetfa további sorsáról nem rendelkezünk információval. Az építésének a kezdete 1913, ám az ünnepélyes alapkő letétel 1914-ben volt.
Majd ugye kitört az első világháború, és akkor majd az első világháborút lezáró trianoni béke a forradalmak, illetve a gazdasági helyzet miatt csak 1923-ban tudták folytatni az építkezést. Ezzel az építkezéssel párhuzamosan kezdik bontani a Demeter templomot, előbb elbontják a templom szentély részét, hogy el tudják kezdeni az újnak az építését, majd a világháború alatt szintén leáll a bontás, és majd csak 23-ban folytatják azt is. 1924-ben mutatták be karácsonykor az utolsó szentmisét a régi templomban, és ugyanazon napon az új templomban is bemutatnak egy szentmisét, és ezzel tulajdonképpen a régi templom funkcióját átveszi az új templom. Érdekességképpen megemlíteném, hogy 1925-ben a régi templom bontása, a tornyának a bontása közben akadtak rá a ma Dömötör toronyként ismert emlékhely, amit 1931-ben keresztelő kápolnává alakítanak át, és abban Novák Vilmos freskói díszítik. A templomot végül 1930. október 24-én szentelik föl. Jelen volt például Saridi Justinian herceg prímás is, illetve természetesen Gladfelde Gyula megyéspüspök is, Csanádi megyéspüspök. Egy kis érdekesség, hogy egészen 1923-ig egy belvárosi templomként kezdett el épülni a templom, majd 1923-ban Gladfelde Gyulának, megyéspüspöknek el kellett hagynia Temesvárt, az egyházmegye akkori székhelyét, és úgy döntött, hogy Szegedre helyezi át azt, hogy 1923-tól nem egyszerű templomként, hanem katedrálisként, székesegyházként épült tovább a templom. A tervezője először Sülek Frigyes volt, ő nyerte el a pályázatot, de később idős korára való, illetve egészségi okokra való hivatkozással lemondott a tervezés, illetve az építés folytatásával, illetve elkezdésével, és ezután Förkernőt, a pályázatbíráló bizottság egyik tagját, felső építészeti iskolai tanárt bízzák meg az építkezés, illetve a tervek folytatásával. Ő viszont azzal a kikötéssel volt hajlandó ezt elvállalni, hogy alapjaiban módosíthat Sülek Frigyes terveim. Ja, néhány fő szempont, a két eltérő szempont a két tervező között. A Sülek Frigyes fehér mészkővel kívánta díszíteni a templomát. Az ő terveiben nagyobb hangsúlyt kap a kupola, és alacsonyabb tornyokat tervezett meg, míg Förkernő ennek ellentétje. A lombardiai vörös tégla architektúrával építi föl a templomát, építeti föl. Akkor magas tornyokat álmodott meg, kupola kisebb hangsúlyt kapott, viszont a homlokzatot kiemelte. Az egy-két méterrel kijebb van a torony szintjétől, és így kapott nagyobb hangsúlyt. A templom titulusa a Magyarok Nagyasszonya, és a homlokzaton látható is a főbejárat fölött a Magyarok Nagyasszonya közel 3 méteres szobra, ami Tóth István szobrászművész alkotása. Mellette mozaika kirakva a 12 apostol arca látható. A templomba belépve feltűnik a szentély mozaikja, közel 90 négyzetméteres mozaikja. Emiatt, ugye a mozaikok miatt ilyen bizánci stílusú templom hatását kelti, viszont neoromán stílusban épült fel. Megemlíteném a freskók közül a legfiatalabb festményt, a 2000-ben elkészült Patay László művét, a kupola festményt, ami a Szentlélek kiáradását mintázza. Középen megjelenik aranygalamként a Szentlélek, alatta több jelenet is látható, több magyar kötődésű szent is, köztük a kassai vértanúk, illetve az a jelenet, amikor Szent István korona képében egész Magyarországot felajánlja Szűz Mária
oltalmában. Kupola alatt látható Fölk tervezésében megvalósult baldakin, ami az egyházat jelképezi, ami óvon megvédelmezi az alatta bemutatott szentmise áldozatot, illetve az oltár és szentséget. A baldakinon belül velencei színes övegmozaikkal lett kirakva ugyancsak a Szentlélek, és a baldakin úgynevezett csegelyében látható az egyház négy ősi szimbóluma is. Ez a főoltár, ami eredetileg a szentélyben volt, majd 2015-ben helyezik középre a kupola alá. A templomunkban több mellékoltár is van, ezek közül talán érdemes megemlíteni a Szent István mellékoltárt, ami Ómam Béla szobrász művész alkotásában valósulhatott meg. Az uralkodó 900. halálának évfordulójára emelték. Mellette színes ólom üvegek mutatják be életének főbb mozzanatait. Ezzel szemben a másik oldalon Szent László király mellékoltára látható. Különösen szeretném kiemelni a Szent Gellért mellékoltárt is. Ugye Szent Gellért volt az egyház megye első püspöke, és egyben már ugye védőszentje is lett. Középen látható az ő alakja, Szent Imre herceggel, bal oldalon Szent István király, másik oldalon pedig Boldog Gizella királyné, és a mellékoltár festményei pedig a szent életéből egy-egy jelentet mutatnak be, ami szintén Patai László festőművész alkotása. A templomunk egyik érdekes szobra az a Fadrusz kereszt. Fadrusz János szobrászművész készíti. Ez egy vizsga darabja volt, 1881-ben készíti el. Az érdekessége az, hogy önmagát kötteti föl a keresztre, és fényképek alapján így önmagáról mintázza a megfeszített Krisztust. A fogadalmi templommal majdhogy nem egyidős Magyarország legnagyobb szabadtéri színháza, a Szegedi Szabadtéri Játékok, amelyet 1931 óta minden nyáron megrendeznek a Dóm téren a Székesegyház előtt. A Szegedi Szabadtéri Játékoknak egy ilyen kiemelt központi helyszíne, ugye a Szegedi Fogadalmi Templom, és az első színi előadásnak az érdekessége, illetve az későbbieknek is még, hogy ugye nem rendelkezett ilyen emelkedő nézőtérre, sík terepbe láthatták az akkori első látogatók a Szegedi Szabadtéri Játékok első előadását. Egy gyönyörű fotóalbummal rendelkezünk erről az előadásról, ahol a korabeli színészek és a részletgazdag előadás részletek találhatók meg itt fotóábrázolásként. Ez a fotóalbum egyébként, amit itt most bemutatunk, a későbbiekben ilyen kis picikek is bélyeg albumszerűen ilyen kis reprint kiadványként megjelent, és megvásárolhatók voltak ezek a képek, az előadás képei a későbbi érdeklődők számára album formátumában. A fogadalmi templom ad otthont az ország egyik legnagyobb organájának is, amelyet 1930-ban gyártottak. Több mint 9000 sípját a Székesegyház különböző pontjain helyezték el. A fő része a karzaton látható, a néhány síp el van rejtve a kupolába, illetve a szentély két oldalán is látható, vagy elhelyeztek sípokat. Amikor megépítik ezt az orgonát, akkor Magyarország legnagyobb, és egyben Európa harmadik legnagyobb orgonája volt. A fogadalmi templomnak két tornya van, és ebből a városfelé torony az, ami látogatható. Érdekességként megemlíteném, 1914-ben a világháború kitörése miatt abban marad a dóm építése, viszont amikor folytatják, ottól abba hagyták a toronyba, a szózat tornyokba, szózat egyik sorát vésték bele, hogy az nem lehet, hogy annyi szív hiába ont a vért. Említettem, hogy a városfelé torony az, ami látogatható, kilátószín 46 méter magasságban látható, és ahogy haladunk föl, ott különböző pianomások is vannak, ahol megismerkedhetünk videók, illetve érintőképernyős panelek segítségével az egyházmegye történetével.
illetve a tavalyi év során nyitottuk meg Torony galériát, ahol különböző időszaki kiállításokat lehet megtekinteni. És ahogy haladunk följebb, úgy elérkezünk a harangszinthez. A dómnak 5 harangja van, ebből 4 látható a város felőli toronyba. Egy toronyban a hősök harangja van a Tisza felőli toronyban.